Köszöntöm nézőinket! Megtartották az elmúlt szombaton a 72. várpalotai városi bányásznapot. A megemlékezés a Rákóczi telepen található Szent Borbála emlékműnél kezdődött, majd a rendezvény a Túri várban folytatódott. A program sorozat keretében nyílt meg Szeszák Mátyás csont és fafaragó kiállítása, valamint a hagyományoknak megfelelően koszorúkat helyeztek el a bányászat történeti gyűjtemény előcsarnokában az elhunyt bányászok tiszteletére állított emléktáblánál. A hagyományoknak megfelelően idén is a várpalotai bányász fúvószenekar zenés ébresztőjével kezdődött a városi bányásznap, majd a Rákóczi telepi bányász emlékhelynél folytatódott a program. Az emlékmű előtt állva emlékezzünk meg arról, hogy a legtöbb bányász innen a Rákóczi telepről indult a föld alá, és itt élte életét. Itt még él a bányászat hagyománya, őrzik az összetartozás, az egymásért felelősségvállalás érzését, aminek szép és beszédes jelképe a Szent Borbála emlékmű. Kollát János a bánya energia és ipari dolgozók szakszervezetének főkönyvelője mondta el mindezt a városi bányásznap nyitányaként a Szent Borbála téren rendezett megemlékezésen. Amikor a bányász leszáll a mélybe, tudta, hogy nem csak a saját erejében, tudásában bízhat, de társai odaadása, segítsége nagyon fontos volt számára. Tudta mindenki, hogy bányászkodni csak együtt, szinte együtt élve lehet. Az egymásért érzett felelősség és bizalom pedig nem múlott el. Akkor sem, amikor feljöttek a felszínre, amikor hazaértek. A bányászat életforma, életérzés, és ez volt, és ez lesz a jövőben is. Ezért él itt tovább a bányász hagyománya lakótelepen. Az emlékhely előtt állva érezzük azt a példaértékű munkát, amit az itt lakók kifejtettek a környezetükért. Dicséretes ez az összetartozás. Él a bányászat emléke túl az utolsó bányász temetésén és a kimondott jó szerencsén túl is. A családokban, az unokákban, és amíg ez az emlékezés a következő generációk számára átadásra kerül, addig élni is fog a bányászat. Várpalota múltja összeforrott a bányászattal, településünk gazdaságának fundamentumát, várossá válásának lökését a bányászat adta meg. Kezdte ünnepi köszöntőjét Campanári Talabér Márta a polgármester. A városvezető beszédében egyebek mellett a több mint 100 éves múltra visszatekintő várpalotai bányászat történetének fő momentumait is kiemelte, majd a napjainkban tapasztalható energiaválságról szól. Az energiaválság ráirányította a figyelmet a szénbányák fontosságára, és talán önök is tudják, hogy a kormány a termelés fokozását irányozta elő. A technológiai és ipari miniszter a Salgótarjában megrendezett 72. országos bányásznapon bejelentette, hogy egy 7 pontos intézkedési tervet fogadott el a kormány, amelynek része a mátrai erőmű újraindítása, a hazai lignit és barna szén kitermelés fokozása, valamint a hazai gáztermelés 1,5 milliárdról 2 milliárd köbméterre való növelése. Ez szerint a lignit kitermelés fokozatos lépésekben haladva ismét elérheti a közel 6 millió tonnás szintet, a barna szénbányászata pedig az átlagos 50 000-ről akár évi 280 000 tonnára is emelhető. Dr. Buzás István a nehézségek ellenére is bizakodóan tekint a jövőbe. Hasonlóan nehéz helyzetben volt Magyarország a két világháború között, illetve a második világháború után, de a várpalotai bányászok akkor is helytáltak, húzta alá a bányász hagyományok ápolásáért egyesület elnöke. Ekkora a probléma, mint ami napjainkban van, az első világháború utáni és a második világháború utáni években volt csak, amikor az akkori gazdaság alapvető energiaellátását a szénnel lehetett csak biztosítani. A II. Világháború utáni helyzet megoldásában már a mikorosztályunk idősebb tagjai is fiatalkorukban részt vettek. Gondoljunk arra, hogy ez a bánya mindenkor olyan országos eredményeket tudott produkálni,
a két világháború között is, és a második világháború utáni időszakban, amivel állva tudott maradni a sokkal jobb minőségű szenekkel szemben is. Ehhez viszont mindenkinek, aki a bányászatunkban dolgozott, a csilléstől az igazgatóig, plusz feladatokkal szolgált, és ezeket a feladatokat úgy érzem, a jelenlevők és a már sajnos nem jelenlevők is megoldották, és biztosították azt, amit az ország gazdasága és egyáltalán az ország lakossága elvált tőlük. A Rákóczi telepi baráti kör 2009. decemberében alakult meg, azzal a céllal, hogy életben tartsák a bányászok emlékét. A hagyományok ápolása mellett fontos a közösség és annak megtartó ereje is. Éppen ezért a tagok rendszeresen tartanak baráti találkozókat, valamint együtt szépítik a Szent Borbála teret, mondta el a civil szervezet elnöke. Eirenhof Attila hangsúlyozta, fontos, hogy még inkább a fiatalok felé forduljanak. Jó szerencsét köszöntek ők a csikorgó kasba lépve. Széles fronton szenet fejtők, mikor szálltak le a mélybe. Ott, a sötét tárna ölén, karbid lámpák apró lángja, volt egyetlen vezetőfény a bányászok munkájában. A Szent Borbála emlékműnél koszorút helyezett el Várpalota város önkormányzata, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és Klub, valamint a BDS, a Bányász Hagyományok Ápolásáért Egyesület és a Rákóczi Telepi Tagiskola. A 72. bányásznap keretében nyílt meg Szeszák Mátyás csont- és fafaragó kiállítása a Túri várban. Az alkotót Pócsik József, a Bartos Sándor iskola nyugalmazott igazgatója méltatta. A természet szépségére rácsodálkozó alkotó ember olyan szemmel figyeli a világot, hogy értékeinek felismerését és megbecsülését egyszerre hordozza magában. Használja, de nem használja ki. Formázza, de nem formálja át. Élvezi értékeit, de nem pazarolja el, nem kebelezi be azokat. A körülöttünk lévő világhoz a hozzáállása az alkotói folyamat közben is természetben. Ez a szemlélet a vezérlő elve Szeszák Mátyás csontkő és fafaragónak is. Szeszák Mátyás már gyermekkorában magában hordta különleges képességei csíráit, s már ekkor érdekelték a természetes anyagok. Fiatal felnőttként a bányában található meddőkeltette fel legelőbb érdeklődését. Először ezekben a kődarabokban látta meg a szépséget, a benne rejtőző különleges formát. Első munkáit is ebből az anyagból készítette. A kő, a fa és a csont, vagy az agancs rejtelmes meséket hordoz magában, nem csak használati értéket. A látó ember a faragó feladata, hogy elővarázsolja belőle ezt nekünk. Mindenki lelkében ott lapul valahol mélyen a játszó gyermek és az alkotó. Legtöbben elfelejtik ezt a készséget, és egész életüket úgy élik le, hogy nem is sejtik, mire voltak módolva génjeik. Szeszák Mátyás, aki szerény ember, egyszerűen csontfaragónak, hafaragónak mondja magát, nem művésznek, pedig az ősi anyagokból létrehozott alkotásait bizony művészi tevékenységgel, hozzáértéssel és mesteri ügyességgel alkotja meg. Szeszák Mátyás, művész. Azt érti csak ezeket a sorokat, kinek teste edződött a föld alatt, ki bontotta évmillió nyugalmát, eocén korszak szenesült bányáját, ki felett recsembe tört a gerenda, ki életét a szerencsére bízta, ki minden nap úgy köszönt jó szerencsét, ki a kasban zuhanva nem tudta azt, hogy vajon feljön-e holnap érve még.
A bányász napok mindenkori legfontosabb üzenete az volt, hogy köszöntsük, elismerjük azok munkáját, akik a bányászat nehéz körülményei között dolgoznak, hiszen ez mindig a legnehezebb és a legveszélyesebb munkák egyike volt, mondta Kollát János, a Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének főkönyvelője a Turivárban tartott ünnepi megemlékezésen. A bányászatban különösen a föld alatt végzett munka, az egymásra utaltság, az egymásra történő odafigyelés szükségessége olyan közösségeket hozott létre, amelyek értékhordóként mai napig is itt vannak közöttünk. A 72. bányásznak központi rendezvényét ebben az évben Salgótarjában tartottuk. Annak okán, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező bányaváros ebben az évben ünnepelte városá válásának 100. évfordulóját. Az ezévi megemlékezés üzenete, amit több beszéd, többek között Palkovics László miniszter úr beszéd is kiemelt, hogy a jelenlegi energiaellátási helyzet és ezen belül a bányászat szerepét újra kell értékelni. A világpiac változása miatt felértékelődött a magyar ásványkincs. Bár elsősorban a szénhidrogének kitermelésének fokozásában látjuk a rövid távú megoldást, a szénbányászat is új nézőpontba került. Ami éveken keresztül elképzelhetetlen volt, most kimondásra kerül, hogy régi színbányákat kell megnyitni, és akár újakat is kell indítani. Akik itt vagyunk, jól tudjuk, hogy a vágyaktól, elképzelésektől a megvalósításig hosszú éveknek kellett lennie. Ahhoz, hogy a bányászat ezen belül színbányászat művei legyen, stabil, évtizedekre kiszámítható gazdasági környezet kell. Egy bánya élettartama nem években, csak évtizedekben mérhető. Sajnos ez a pozitív környezet ma még nem látszik, így a mélyművelések nyitása, bár nagyon nagy szükség rájuk, egyelőre bizonytalan. Egy bezárt vagy egy új bánya megnyitása nem csak óhaj, nem csak döntés kérdése, számtalan feltétele van. Monte Cuccari híres mondása volt, hogy a háborúhoz három dolog kell. Pénz, pénz és pénz. Ahhoz, hogy bányát nyissunk, ez a három nem elegendő. Ha nincs szakértelem, nincs képzett munkaerő, nincs bányászat. Az eseményen Katona Csaba alpolgármester kiemelte, a várpalotai bányászok maradandót alkottak, van mire büszkének lenniük, hiszen nekik és tevékenységüknek köszönhetőek, többek között a város kulturális és sportegyesületei is. Húló életünkbe arra törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk. Ez ötvös Lovától származik ez a szálló igen. Úgy gondolom, hogy a várpalotai bányászok ténylegesen valami olyat adtak ennek a városnak, amelyik megőrzi emléküket, tehát maradandót adtak. És nem csak a bányában végzett munkájuk, hanem valójában mindaz, ami a bányának volt köszönhető, és ennek a gazdasági tevékenységnek, ami miatt a város olyan lett az újkorban, amilyen lett. Kulturális egyesületektől, a sportegyesületektől elkezdve ez mind valójában a bányának és a bánya által megtermelt értékeknek volt köszönhető. A sok éves hagyomány szerint az ünnepségen az 50, 60, 65 és 70 éves szakszervezeti tagságért járó okleveleket és bányászkorsókat is átvehették az érintettek, Hargitai László a Bányász Nyugdíjas Klub elnökétől. A 72. bányásznapi ünnepség zárásaként a gróf Sztáray Antal bányászat történeti gyűjtemény bejáratánál található emléktáblánál koszorúkkal tisztelegtek a balesetben elhunyt bányász testvérek előtt a résztvevő szakmai és civil szervezetek képviselői. Különleges volt az idei tanévnyitó ünnepség a Rákóczi telepi tagiskolában. Az intézmény ebben az évben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Az eseményen Campanari Talabér Márta várpalota polgármestere mondott beszédet. A jubileumi tanévet dr. Juhász Attiláné, a Bánaradár általános iskola intézményvezetője nyitotta meg, majd kötetlen beszélgetésre várták a jelenlegi és volt diáktársakat, tanárokat.
A Rákóczi telepi általános iskola 1952. szeptemberében nyitotta meg kapuit, akkor még csak 2 tanteremmel. Az idők folyamán aztán folyamatosan bővült, évről évre több száz diák képzése zajlik az intézményben. Az iskola közösségszervező erőként is komoly szerepet vállal a Rákóczi telepen. Mit is tudnék mondani erre az iskolára, ami 70 évig jellemző volt rá, és remélem még sokáig jellemző, az, amit a beszédemben az ünnepély alatt is mondtam, az a különleges családias hangulat. Ugye ez egy bányászok számára épült lakótelep, akkor ugye 49-ben, 50-es évek elején épült, és hamarosan követte a lakótelep házait az iskola. Itt egy nagyon összetartó közösség élt együtt, és ennek köszönhetjük mi a családias jellegünket. Itt mindig volt valaki, mindig úgy szoktuk mondani, mindig találtunk segítő kezet és segítő fejet, akik az iskoláért hajlandók voltak áldozni. Nem csak erőt, energiát, hanem anyagiakat is. És hála a jó Istennek a rendszerváltás, illetve a bánya bezárása után ez az összetartó közösség megmaradt, és örökül hagyja egyik évről a másikra az utódoknak azt a hagyományt, hogy itt az iskoláért gondolkodik, az iskoláért tesz mindenki. Szülő, gyerek, kollégák, munkatársak, mindenki, aki él és mozog a Rákóczi telepen. Szeretik az iskolát a Rákóczi telepen. Az ünnepek és évfordulók összegzésre késztetnek bennünket, fogalmazott Campanari Talabér Márta polgármester köszöntőjében. Hozzátette, a lényeg nem a számokban rejlik, hanem az iskolában megszerzett tudásban és az emlékekben, melyeket az itt végző diákok és tanítók magukban őriznek és továbbadnak. A sok-sok közös munka, öröm, harc, türelem, csalódás és siker, élmény és kitartás, álmok, amelyek az elmúlt 70 esztendőt meghatározták. A gondoskodó szeretet a humánum. Egy iskola, ahol a tudás érték és a gyerek szeretet magától értetődő. És az utóbbiak nem önmaguktól vannak, hanem olyan pedagógusok által, akik ezt a gondoskodó szeretetet és humánumot magukban hordozzák a szakmai tudásuk mellett. 70 év már nagy idő. Zergi Dezső, Bajor József, Marcola József, Komoki Mária és Pintér Simon Ágnes igazgatók, sok-sok pedagógus, technikai és konyhai dolgozó alapította ezen 7 évtizedet. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei, írja Kölcsey Ferenc. Azon láncok, amelyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük meg az egész világot. Dr. Juhász Attiláné, a Bán Aladár Általános Iskola intézményvezetője tanévnyitó beszédében elmondta, szinte lehetetlen számvetést készíteni, tételesen felsorolni, hogy az elmúlt 70 évben mennyi diák, szülő és család élvezhette ennek a családias iskolának a gondviselését, tanításait és iránymutatását. Az elmúlt 70 év alatt több ezer diákoknak adtunk olyan tudást, és erkölcsi tartást útravalóul, amellyel boldogulni tudtak és tudnak, és akikre a mai napig büszkék vagyunk. 70 év jelentős mérföldkő egy intézmény működésében. Ugyanakkor, ha visszatekintünk erre a 70 évre, be kell látnunk, hogy az idő valóban szalad. Egyúttal titokzatos is, hiszen állandóan a jelen, a múlt és a jövő határán élünk, és ezek a határok szünet nélkül változnak. Egy dolog azonban állandósulni látszik az iskola 70 éves történetében, ez pedig nem más, mint az értékek. Azok az értékek, amik a mai napig meghatározzák iskolánk arculatát. A hagyományaink, a családias, szeretetteli légkör, az igaz, a szép és a jó tisztelete és megbecsülése, a tudás alap, amit itt szerezhettek és szerezhetnek meg a ránk bízott diákok. Kedves diákok, mit is mondhatnék nektek egy saját történelemmel rendelkező iskola tanévnyitó ünnepélye? Elsősorban azt, hogy legyetek büszkék arra, hogy egy ilyen nagymúltú iskola növendékei vagytok. Azt kívánom nektek, vegyétek komolyan a tanulást, legyen kitartásotok, szorgalmatok, elszántságotok a tanuláshoz, hogy rátok is büszke lehessen iskolánk közössége.
Az intézmény őszi megjelenéssel tervez egy kiadványt, melyben az eddigi osztálynévsorok is benne lesztek. A Rákóczi telepi iskolába számos ismert ember járt. Hosszú lenne a névsor mindenkit felsorolni. Én azt szoktam mondani, bármerre járok a városban, a jó embereknek valami közük mindig van a Rákóczi telepi iskolához. Vagy ők maguk jártak ide, vagy a gyermekük, vagy valamelyik családtagjuk, vagy itt dolgoztak, vagy a társuk dolgozik itt. Úgyhogy nagyon sok jó embernek van köze ehhez a kis iskolához. Az első osztályosok befogadását követően kötetlen beszélgetésre várták a jelenlegi és volt diáktársakat, tanárokat. Az elmúlt szerdán a Túri György gimnáziumban is megtartották a tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen dr. Dobos Tamás igazgató köszöntötte a 9. évfolyamos tanulókat. Az ünnepség keretében adták át a Petneházi Alapítvány ösztöndíját, melyet Láng Miticki Tamásnak ítéltek oda. A 2022-2023-as tanévben 265 diák kezdi meg tanulmányait a Túri György gimnáziumban. A tanévnyitó ünnepségen dr. Dobos Tamás külön köszöntötte a középiskolai tanulmányaikat most kezdő 9. évfolyamos diákokat. Kedves 9-esek! Sok új, meglepő, furcsa, érdekes dolog vár rátok. Legyetek nyitottak és alkalmazkodóak! Itt most mindenki kihozhatja magából a legjobbat, a legtöbbet, és természetesen tiszta lappal indulhattok. A Túriban bátran számíthatok osztályfőnökeitekre, a 9. enyben Kovács Szilvia tanárnőre, a 9. B-ben pedig Nagy Odett tanárnőre. Őket támogatja majd nevelőtestületünk pedagógus gárdája, és természetesen a rutinos felsőévesek. A hagyományoknak megfelelően az eseményen a végzősök átadták a 9. évfolyamos diákok számára a Túri György gimnáziumot és annak közösségét szimbolizáló kitűzőt. Varázsolj újra, kérlek, a csengő már elég, gyere játszom még, gyere játszom még, jöjj, már fent ahol. A tanévnyitón adták át a Petneházi Alapítvány ösztöndíját. A kuratórium célja a hagyományok ápolása, megőrzése, a kulturális örökség védelme, Magyarország múltjának és történelmi emlékeinek felkutatása, feldolgozása és környezetével történő megismertetése. Az alapítvány képviseletében Petneházi Szabolcs elmondta, kiemelten kezelik az ifjúság nevelését, az új nemzedék támogatását, éppen ezért céljuk a tehetséges fiatalok felkutatása határokon innen és túl. A most első alkalommal átadott Petneházi ösztöndíjjal is a tehetséges fiatalok számára kívánnak szakmai, anyagi és egyéb támogatást nyújtani. A mai napon természetesen egy olyan jellegű aktusra került sor, amelyik támogatja egy tanulónak a további életét, legalábbis egy tanulmányi éven keresztül. A Petneházi Alapítvány ösztöndíját Láng Miticki Tamás vehette át Tordáné dr. Petneházi Judit alapítótól. Öröm legfőképpen, és kicsit meglepődtem, amikor megkaptam a felajánlást, mert tényleg teljesen hirtelen jött. A Petneházi ösztöndíj nyerteseinek az anyagi támogatáson felül lehetőségük nyílik látogatást tenni az országházban, valamint meghívást kapnak a Petneházi konferenciára és bárra is.